Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait a mai sajtótájékoztatóm. Szolnokra érkezett a Fidelitas Kerítésbontók című vándorkiállítása. Ez a kiállítás bemutatja a baloldali ellenzéki politikusok, hogyan is vélekedtek az elmúlt években, az elmúlt időszakban a határzár kérdéséről. Migránsválság igenis létezik. A NATO előrejelzései szerint az afrikai és ázsiai népességrobbanás miatt 2020-ig mintegy 60 millióan indulhatnak el Európa felé, Közép-Keletről és Afrikából. Mi, fiatalok, felháborodtunk ellenzéki politikusokon, hiszen ezek az ellenzéki politikusok lebontanák a határzárat. Egy dolog biztos, ezek az ellenzéki politikusok hatalomért, pénzért bármire képesek. Még azért is, hogy a fiatalok jövőjét veszélyeztessék. Ezeken a plakátokon megjelenik Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, Szél Bernadett, de itt van Vona Gábor is. A kerítésbontók a fiatalok jövőjét veszélyeztetik. Ha ők kerülnének hatalomra, Magyarországnak gyenge kormánya lenne. Ezek a miniszterelnök jelöltek biztos, hogy Brüsszel és Soros György emberei lennének. Szájkosarat és pórázt kapnának. Magyarország így rövid idő alatt a mi életünk is bevándorló országgá válna. Mindaz a Magyarország, amit ma ismerünk, és mi fiatalok szabadon élvezhetünk, megszűnne. Mindaz, amit terveztünk, megálmodtunk, lehetetlenné válna. Idegenek lennénk a saját országunkban. Ezt nem szabad hagynunk.